Sziasztok! Régen volt már Mutasd a drónod rész, és ugye ezeknek a videóknak az a lényege, hogy valaki olyan mutassa be nektek ugye a saját drónját, amit viszonylag több ideig használ, mert hogy amikor mi megkapunk egy gépet, ezek általában mi mindig vagy új gépek, ugye szoktátok látni ugye a teljesen zsírúj unboxing videókat, vagy ugye egy-két hetes, és ugye ezek a gépek nálunk általában vagy egy-két napot, legjobb esetben is ugye egy-két hetet landolnak, mert ugye utána mennek vissza a saját gazdájukhoz, vagy éppen az adott üzletbe, ahonnan kölcsön kaptuk. Viszont itt nagyon sok mindenről nem tudunk nektek beszámolni, ezek csak egy ilyen hirtelen vélemény, az első repülés, az első tapasztalatok. És azért szoktunk mindig keresni olyan embereket, akik egy adott gépet, mit tudom én, egy fél évig, egy évig használnak, mert hogy az idő alatt ugye nagyon sok minden történik, ugye frissítik, foglalkoznak vele, nem foglalkoznak vele, meg hogy tényleg hogy szuperál a gép. Úgyhogy itt van velünk a legújabb Mutasd a drónod részünk főszereplője, Tamás. Sziasztok! Aki nem mást, mint egy... Jól tudom, ugye? Megszűnt? Még külföldről lehet kapni. Még lehet. Tehát az a lényeg, hogy a Xiaomi A3-at hoztál nekünk. Mielőtt még úgy nekiugranánk a gépnek, mióta drónozol úgy nagyjából? Hát ez hobbiként jött. Egyszer találtam egy ilyen olcsó drónt, ezt kipróbáltam, megvettem. Nagyon megtetszett, azóta volt, vagy 80 drónom, az biztos, hogy ez volt. Ez ilyen játékgépről beszélünk? Tehát ilyen Tesco-s? Olcsó kategória, igen. Volt egy-kettő ilyen GPS-es, és akkor most itt tartok. Ezzel meg vagyok elégedve, igazából nem csalódtam benne, úgyhogy ez most egy darabig marad. Mióta van meg neked ez az A3? Hát egy 10 hónapja. Aha. Körülbelül. Hát nálunk ez a gép lassan szerintem most már másfél éve járt. Hogy törődik vele a cég? Érkezett hozzá frissítés, vagy kellett egyáltalán? Frissítés van hozzá sok, de én úgy vagyok vele, hogy ami működik, az inkább nem nyúlok, mert akkor lehet, hogy nem fog működni. Uh-huh. Hát igen, ugye én is ezt az elvet vallottam ugye a Mavic Pro-nak az esetén, és lásd, ugye 4 éves gép és tökéletesen működött. Nem tapasztaltál akkor ezek szerint semmi hibát, tehát hogyha nem frissítettél? Hát olyan szokott néha lenni, már 3-szor előfordult, hogy repülés közben kikapcsol a távirányító, eltűnik minden, de akkor visszajön, hogy bekapcsolom, visszacsatlakozik és tudom irányítani, az olyan kicsit olyan ijesztő. Aha. Amit ugye tudni kell az A3-ról, ha esetleg valaki nem látta volna az előző részeket, hogy én azt mondom, hogy erre mondtam volna, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy is mondom, tökéletes kis hobbi gép volt annak idén, mert hogy eléggé olcsó volt, nem kell hozzá telefon, nem kell hozzá applikáció, van benne GPS, van benne ugye a távirányítóban egy saját kijelző, ugyan analóg jel, amitől ugye sokan féltek, ugye ezt használjuk az FPV repülések alapján is, de szerintem arra, hogy itt repkedjen vele az ember, tökéletes volt. Nem tudom neked, mennyiért sikerült beszerezni nagyjából? Ilyen 80 és 100 000 forint között mozgott még ugye egy éve nagyjából. Ugye? Hát én használtam, vettem 50-ért. Ja, hogy te használtam, vetted. Nem mondok árakat, de 50-ért. Rossz volt az aksia, egy 3 hónap volt körülbelül, mire szereztem egy akkumulátort Magyarországon. Egyetlen hely volt, ahol be lehetett ezt szerezni. Na, de akkor legalább volt egy hely, ahol sikerült. Igen, utána mondom, kellene még egy, mert azért ide-oda kéne menni videózgatni, nem biztos, hogy elég lesz. Az most külföldről jött, érdekes módon 3 hónap alatt megjött. Meg volt még egy rendelés, ami nem jött meg, úgyhogy azt vissza kellett a pénzt kérni. 3 hónap alatt jött meg? Illetve, bocsánat, 3 hét. Ja, 3 hét. Jó. Azért mondom, hogy 3 hónap, bár nekem is volt olyan termékem. A Fimi cégnek a legnagyobb, hogy is mondjam, hibája, az sajnos ez, nem? Ez az alkatrész. Nagyon nehéz. Hogy hiába, szerintem ez annak idején is, ugye mondtuk, egy tök jó kis gép volt. Nem is tudom, itt talán meddig mentünk el vele, már nem emlékszem, de majd mindjárt megnézzük, hogy most mit szuperál a kisgép. Tehát, hogy tök jó repült, biztonságos volt, stabil volt, tényleg nem kell hozzá applikáció, nem meríti le a telefonunkat, a kijelzőn tök jó lehetett látni, bár látom azért te már egy kis házi barkáccsal tettél rá egy kis napellenzőt, ugye ez sajnos ugye ez elengedhetetlen az ilyen kijelzők esetén, még egy mobiltelefont is le kell árnyékolnunk, mert különben semmit se látunk belőle, pláne egy jó kis napsütésbe. Tehát ez az egyetlen hátrány, hogy egyszerűen nem lehet beszerezni. És ahogy tényleg te is mondtad, hogy Magyarországon egyetlen egy helyen. Nem is tudom, hogy a gépet egyáltalán árulják-e most még itthon. Sőt, ugye, hogy nézegettem mostanában például a Banggoodon, és nem is tudom mióta nincs. Egyszerűen nem lehet rendelni a gépet. Na mindegy, mivel egészítetted ki a kis alapszettet? Történt-e valami kis extra, vagy hát igazából én elég parás vagyok, hogy lezuhan meg egy
pár drónom már így lezuhant, összetört, keresgettem, sötét volt, GPS koordinátát, szélességi, hosszúsági fokokat ott keresgélni. Úgyhogy vettem egy ilyen kis kütyüt, ennek az a lényege, hogy... Tépőzár? Aha. Ez egy csipogó buzzer, vagy buzzer neve. Aztának kap egy külön akkumulátorról tápot, és az a lényeg, hogy ha a drón lezuhan, vagy nem mozog, akkor 90 másodperc múlva csipogni kezd meg villogni. Így hang alapján könnyebb. Tehát megtalálni. Ha csak most ezt így összedugod, lerakjuk, nem nyúlunk hozzá, akkor másfél perc után el kell csipogni és villogni. 90 más, igen. Aha. Igen. Na, az tök jó. És akkor látom még kiegész... Nyugodtan. Kis dallamot ad. Lehet váltogatni a színeket, villogjon, halványodjon, bármi. Szinte mennyit megér az, hogy megtaláljuk a drónt. Persze, hát ugye nagyon sokan, pláne ugye Mavic Mini esetén történik az, hogy egy pici gépet elfújja a szél, és hát ott ugye az utolsó GPS koordinát az így nem nagyon van meg. Ezzel legalább van valami esély. Ez tök jó. Azon kívül a géphez valamit nyúltál-e hozzá, vagy úgy van, ahogy gyárilag van? Úgy van, hogy árilag van, felcímkéztem, ugye címmel, telefonszámmal, meg hát légcsavart azt kellett már venni, mert picit sérült volt, mert azért néha ugye kopik, amikor leszáll az ember egy kis mezőn, azt jó, be lehet szerezni hozzá. Hát az igazándiból fogyó eszköz, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Mennyit repül most ez így 10 hónap után egy akkumulátorral? Én igazából sose merítem le, tehát hogyha valamit videózni szeretnék, vagy valami az 3-4 perc alatt megvan, de ilyen max 8-okat szoktam repülni, úgyhogy fogalmam is, hogy mennyi a max. Tehát akkor kiméled az akkumulátort rendesen, hát tehát hogy igen. Akkor nem. Ez mondjuk egy jó, tehát hogyha valaki hosszú távon akarja használni az akkumulátorokat, akkor ugye ez egy jó stratégia, hogy nem merítjük le csutkára, legalábbis ugye ezt mondják sokan. Hát nem tudom. Volt-e valami negatív tapasztalat esetleg, hogy nem tudom, valahol egyszerűen valamiért nem tudtál repülni, vagy bármi probléma? Hát igazából az a helytől függ, mert van egy hely Érden, ahol több drónnal is voltam, ilyen mezős jó helynek tűnik, de ott valami jelzavar van, mert ott az összes drónon megbolondul, és nem lehet irányítani. Tehát nyomom előre, elmegy balra, úgyhogy vagy jelzavart kap, vagy valami. Na, megszólalt időközben a csipogó. Aha. Igen. Csak hogyha megtalad, akkor ugye... Tök jó. Megmozgatod, és akkor abban van benne egy ilyen kis... Tök jó. Gondolom ez sokaknak hasznos lehet, úgyhogy majd berakjuk a videó leírásába a kis linket, hogy megtaláljátok. Én azt mondom, hogy ha már így beraktad az akkumulátort, rakjuk össze, szálljunk föl, nézzük meg, hogy milyen videót készít itt a kis légterünkön. Hagyjál csak egy jó kis Star Wars-os dallamot itt eljátszik nekünk. És megnézzük, hogy milyen videót készít manapság ez a kis gép. És ezt sűrűn játszel? Hát háromszor játszott, ez igen. Már de... mióta megvan, vagy? Aha. Akkor most ezt így a mi tiszteletünkre nyomja? Igen, de jó lesz szerintem egy időben. Írták csoportba, hogy nekik is ez van, azt én sem tudtam, hogy csinálják el. Meg is történt a bekapcsolás, és pont ugye... Előjött az egyik olyan hiba, ami ugye később jutott eszedbe, hogy néha nem kapcsol be a gép, de aksi ki, aksi vissza, és utána már gyönyörűen működött. Most pedig... Nincs benne tényleg? Most pedig egy memóriakártya hibát jelez nekünk a távirányítók, mert hogy ugye, ahogy említettem, ez egy analóg jellel működik. Így nem kell hozzá telefon. Viszont ugyanúgy, mint ahogy az FPV repülések alkalmával, a DVR föl lehet venni, tehát ugye magának a kijelzőnek a képét, és most azt akarjuk nektek megcsinálni. Murphy velünk van ebben a videóban, mert hogy sikerült előidéznünk még egy hibát, legalábbis jelenleg, mert hogy a távirányító azt írja, hogy nincs benne memóriakártya, de mindegy, nem is ez a lényeg, úgyhogy én azt mondom, repüljünk. Még mindig milyen jó kis viszonylag stabil gépről beszélünk. Nagyon. Tényleg nem is értem, hogy igazándiból a Fini cég miért nem foglalkozik, vagy miért nem gyárt többet, nem tudom, hogy mondjam. Nyugodtan mennyi nézzé föl, mennyi föl nézzé szét, hogy meg tudjuk nektek mutatni, hogy a szokott kis helyünkön ez a kis gép milyen videót készít. Itt Full HD-nk van. Tehát itt ugye nincs 2,7K, meg 4K és egyéb dolgok, de szerintem hobbira igazándiból bőven elég. Nem tudom, hogy neked
teljesen. Ugye? Így egy az, hogy az adatmennyiségünk is jóval kisebb, illetve hát nem kell egy atomerőmű ahhoz, hogy a videónkat meg tudjuk vágni. Ahogy említetted, videózni szoktál, ez így, hogy is mondjam, hogy barátoknak ilyen kisebb fajta munka, vagy hobbi cél, vagy... Hát igazából hobbi cél, mert van egy ilyen YouTube csatornám, aztán arra szoktam mérgőről, például lakom, rakorgatni képeket, videókat, azt szoktam így összebondozni videóval, zenével, valamit. Na hát akkor igazándiból látjuk, hogy ez a kis gép teljesen jó lenne hobbi célra. Ha lenne, nem tudom, tényleg, hogy reméljük, hogy előbb vagy utóbb valahogy összekapja magát a cég, és nem fogja megszüntetni, mert hogy tényleg árértékarányban legutoljára például valami 60-valahány ezer forintért lehetett megvenni ugye az alapszettet, ami egy gép, egy távirányító töltő, illetve az akkumulátor. Egy jó kis motorcsónak megy el itt mögöttünk közben a háttérben, nem megvan. Tudom, hogy megvan. Mindig meg tudtam vele mindent csinálni, amit szerettem volna. Nem, hogy ott cserben? Nem. Na, hát akkor igazándiból egy jó kis gépnek ez a lényege, és ugye ez az, amit mi azonnal nem tudunk nektek megmondani, mert ahhoz, hogy kijöjjenek a hibák, mint amit tényleg most szegény itt produkált nekünk, hogy nem indul el a DVR, ezeket ugye egy-két alkalomból, egy-két repülésből ugye sose lehet leszűrni, sajnos. Hát jó lenne, de hát ezért vagyunk mi, illetve ezért vagytok ti, hogy próbálgassátok, tesztelitek. Ugyanúgy ez sajnos mindegyik gépre igaz, hogy amikor elkezdjük használni, akkor jönnek ki a hibák. Okos funkciók, próbálgattad? Követést próbálgattam, körözést azt nem, objektum körözést nem. Hát igazából, amikor körözni kell valami körül, akkor inkább én irányítom. Manuálisan? Hát igen, igaz. Sportmódot azt sose használtam, mert így is elég gyors. Aha. De... Például kikapcsoljuk. Se kapcsoltam ki. Tök jó. És még így is, ahhoz képest, hogy itt köröz előttünk, hogy így nem olyan hangos. Hát 100 méterig hallani. Fölfelé vagy? És is? Hát, eddig... Hát is. Mondjuk most ugye nincs szél, már legalábbis hát ilyen nagyon minimális, tehát hogy küzdeni ilyen nem kell. Max magasság az 300 méter volt, amit fölmentem vele, de az is csak azért, mert véletlenül beállítottam a magassági korlátot. Aha. Távolságra próbáltál valamit? Távolságra 600-at már mentem vele, de akkor a távirányító szétkapcsolt, illetve írta, hogy hiba, jel megszűnés szétkapcsolva, úgyhogy nyomtam egy hazagombot. Aha. Meg se dől gyakorlatilag, ez a nem sportmód, ahogy megy. Tehát, hogy egy minimális dőlés van, de mégis azért tempója van. Még a pontosságot a hazagombra azt még sose próbáltam ki, akkor próbáljuk ki. Jó, hát ha úgy gondolod, hogy innen szálltunk föl, nem nyúltunk hozzá. Mindjárt megnézem. Ah, igen, benne van a leszálló pályánk is, úgyhogy... nyugodtan. Mit állítottál be hazatérési magasságnak? 30-30. Ja. Na nézzük, hát annak idején nem is emlékszem rá, hogy hogy teljesített. Szépen magyar menüs, ugye lehetett egy kis szoftver frissítésen magyar nyelvet beállítani. De sokan kérdezitek, hogy vannak olyan gépek, amit tudnak magyarul. Ezt meg lehet csinálni. Na de, lássuk! Milyen lassan jön le?
a biztonság. Abszolút, tényleg. Tehát, hogy így... Hát, ez egy kicsit arrébb van. De milyen finoman... Ezt belenyúltam már. Ennyi. Hát egy méterrel ment volna arrébb. Nagy porcka van. Igen. Amit ugye tudni kell erről a gépről, hogy semmilyen szenzor, mármint hogy első oldalsó, alsó, semmi ilyesmi nincs benne. Hiányoznak ezek neked? Nem. Ugye sokan mindig olyan gépet akartuk, amiben van szenzor, ami persze van, amikor jó jön, de odafönt igazándiból egy szenzornak túl sok jelentősége nincsen. Akkor van, hogyha esetleg alul akartok menni, vagy fák között, vagy nehogy is ugye követni valakit, bár ugye követni is, hát igazándiból jó, ha 10 méter magasra szoktunk, de olyankor azért mindig mondtuk, hogy figyeljetek arra, hogy van előttetek valami. Még egy felszállás? Ilyen még sose történt. Mondtam én, hogy itt van velünk Murphy, látjátok? Nem, amúgy ezen a helyen valami... Indul a DVR? Most indul még el? Az nem, de a sima nem. Az nem. Idő. Jó. Hát akkor... Egy körözés. Tehát ezen a helyen mindig van valami. Ugye itt az összes többi gépet is mindig rendesen kalibrálni kell és egyéb dolgok. Most ezt magától? Vagy te? Nem, ezt tőled. Ja, tőled. Jó. Csak hogy mennyire figyeljük szemmel ugye a gépeket. A jövőbeli szabályozás szerint ugye ahhoz, hogy rendesen tudjon valaki például ugye drónozni, így párba kell majd menni, mert hogy egy valaki irányítja a gépet, a másik pedig elvileg úgynevezett spotterként ugye figyeli a gépet majd, hogy ne nektek kelljen ugye a távirányítóval, meg videóra is koncentrálni, meg hasonlódom. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez még mai napig megállja a helyét ez a kis gép, hogyha valaki esetleg használtan látja, vagy ne hagyj Isten, még találtok valahol, akkor bátran megvetni, nem? Tehát, hogy nem tudsz olyat mondani, ami miatt nem.